A geocaching a világ egyik legnagyobb kincsvadászataként ismert játék, nemzetközi szinten ismert, és bizony nekünk pedagógusoknak is kínál sok lehetőséget, amellett, hogy egy kiváló szabadidős tevékenységről van szó. Nézzük meg, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, miről van szó. Nyilván van, aki hallott erről a játékról, van, aki műveli is, és van, aki még nem hallott erről, tehát igyekszem az alapokat tisztázni, a legfontosabb fogalmakat elmondani azért, hogy el lehessen kezdeni. Úgy tervezem, hogy minden olyan információt megosztok, ami alapján akár már holnap vagy hétvégén el lehet menni ilyen kincsvadászatra, vagy meg lehet tervezni az osztálynak egy kisebb kirándulást, vagy sétát ennek jegyében. Nézzük meg először a történetet. Egyébként a dia hátterében ez a zöld térkép azt mutatja, hogy hol vannak ilyen elrejtett úgynevezett geoládák, ami a kincset jelenti a geocachingben, és hát nagyon érdekes látni, hogy mely országokban van nagyon sok, és mely országokban van nagyon kevés. Ezt mindenkire rábízom, hogy ezt hogyan interpretálja. Tehát egy 20 éves történetről van szó, de annyira, hogy nagyon pontosan 20 évvel ezelőtt indult útjára ez a szép játék. Mégpedig annak következtében, hogy 2000. május 2-án Bill Clinton, az Egyesült Államok akkori elnöke, eltörölte a GPS műholdak által a földre bocsátott jelek szelektív elérhetőségét, ami azt jelentette, hogy immáron a polgári felhasználók számára is elérhető volt az a pontosság, ami a katonai felhasználás számára elérhető volt. Azelőtt körülbelül olyan 100 méteres pontosságot tudtak csak a polgári felhasználásban elérni. Ugye ez semmire nem elég, viszont miután ezt kikapcsolták, ezt a mesterséges korlátot, rengeteg minden útjára indult, elindulhatott sok minden, amit ma szinte természetesnek gondol mindenki, főképpen a navigációban, vagy más olyan alkalmazásokban, ahol a földrajzi koordináta fontos. Itt fontos tisztázni, hogy a GPS egy műholdrendszer, ezek a speciális műholdak a föld körül keringenek, és azok az eszközök, amelyek tulajdonképpen GPS vevők, amik nálunk vannak, azok ezeknek a műholdaknak a jeleiből, több műhold jeléből határozza meg a pontos helyünket. A pontos hely eszköztől függően, de általában ilyen méteres pontosság most már. Ez azt jelenti, hogy néhány méter pontossággal meg lehet határozni ma már, hogy hol vagyunk. És hát látszik a dátumból, hogy nem sokat vacakoltak, hiszen 2000. május 3-án egy Dave Almer nevű ember el is rejti az első geoládát, amit akkor még nem így neveztek, de tulajdonképpen elrejt egy fekete vödröt egy oregoni erdőben, és beletesz különböző dolgokat, a legviccesebb, hogy például egy babkonzervet is, és az az elve, hogy ezt a koordinátát, ezt a GPS által meghatározott koordinátát, ami egyébként itt van lenne a dia alján, a kép mellett, ezt ő felteszi a netre, és bárki, aki
megkeresi, megtalálja, menjen oda, nézze meg, és az volt az elve, és ez az elve azóta is megvan, hogy take some stuff, leave some stuff. Ez azt jelenti, hogy elvehetsz belőle dolgokat, de hagyjál is benne dolgokat. És egy másik ember pedig elkezdte gyűjteni ezeket a lelkes amatőrök által föltett koordinátákat, és akkor ezt a játékot GPS Stash Hunt-nak, tehát ilyen GPS rejtek kereső játéknak nevezték el. Ez a képit alul ezt a vödröt, félig beásott vödröt ábrázolja. És akkor elkezdenek ezzel foglalkozni, egyre többen érdeklődnek iránta Amerikában, és ilyen levelezési listákon ment annak idején még a közösségeken belüli kommunikáció. Ma már ezek nem nagyon működnek, vagy nem nagyon használjuk ezeket. Viszont május 3-án már egy ember a listán használja ezt a szót, hogy geocaching. Ugye a geo ugye a földre utal, és a földtani dolgokra, a cache pedig egy ilyen rejteket jelent, és van neki hadászati jelentése is. Itt sok kezdetben résztvevő szereplő általában informatikus, mérnök, sokuk dolgozott a légierőnek, vagy a hadseregnek. És ez a Jeremy Irish nevű ember, aki az alsó képen középen van, tartja a dobozt a kezében, 2000. szeptember 30-án indítja el a geocaching.com oldalt, ahol már 75 darab kereshető geoláda adata volt fönn, tehát aki oda ellátogatott, megnézhette a koordinátát, följegyezte, ha volt neki GPS vevője, annak segítségével odautazott, megkereste, kinyitotta, belenézett, örült, visszacsukta, és ment tovább. Na, most ott tartunk, hogy néhány millió ilyen láda van, különböző állapotban, és különböző helyeken, ugye, és hát fogok mutatni néhány egészen extrém helyen levő geoládát is majd. A koordináta, a szokásos földrajzi koordináta, itt a bal oldalon nem látszik, ez úgy kell kiolvasni, hogy északi szélesség 17,460 ezred, és nyugati hosszúság 122 fok, 45 fok, 17,460 ezred, és 122 fok, 24,800. Tehát többféle formátum van, ez egy elterjedt formátum. Ugye földrajzból tanuljuk azt, hogy fok, perc, másodperc, ez ugyanaz, csak egy ilyen decimális változat. Tulajdonképpen ma már ezt olyan nagyon nem is kell tudni, mert az alkalmazások elég okosak. A alsó képen látható három fiatalember viszi ma is a geocaching.com-ot, és a jobb alsó sarokban látható a geocaching.hu logója, ami egy, hogy mondjam, ilyen magyar változata ennek a mozgalomnak, természetesen lényegesen kisebb, kissé más szabályokkal, kissé más szubkultúrát jelent, de én a továbbiakban csak a geocaching.com-ról fogok beszélni, de nincs nagy különbség, majd azt is elmondom, hogy mi a különbség. Az a lényeg, hogy ha valaki megtalál egy ilyen rejtek helyet, akkor be kell jelölni valahol egy weboldalon, hogy hello, én ezt megtaláltam, és vagy a geocaching.com, vagy más oldalak azok. Nézzük meg, hogy mi van egy ilyen ládában, és hogy láda-e egyáltalán. Hát először is ez általában egy doboz,
mindig mindenképpen vízhatlan doboz, de nem mindig ilyen nagy. Különböző méretű dobozok vannak, ugye ez egy eléggé nagy méretű doboz, ez olyan helyeken fordul elő, ahol elég jól el lehet rejteni. Tehát a Budapesten, a belvárosban ne keressünk ilyen nagyot, de egy erdőben simán kereshetünk, tehát simán lehet, hogy ekkora dobozokat találunk. Látszik, hogy a kialakítás olyan, hogy vízhatlan legyen, hiszen eső, hó, mindenféle történik. Magában magához a dobozhoz, a geoládához tartoznia kell egy címkének, egy feliratnak, ami megmondja, hogy mi a ládának a sorszáma, ez alapján azonosítja magát, tehát minden geoládának saját sorszáma van, és egy felirat, hogy ez a geocaching játéknak a része. Általában még egy leírást is szoktunk mellékelni, magyarul, angolul, esetleg más nyelveken is, amiben leírjuk, hogy ez egy játék, kérjük, hogy senki se vigye el ezt a dobozt, ne helyezze át ezt a dobozt más helyre, mert akkor a legközelebbi játékos nem fogja megtalálni. Fontos még, hogy mindenképpen van a dobozban egy füzet, még ha nem is mindig füzet alakú, ezt a füzetet logbooknak hívjuk, vagy ahogy látjuk a képen, ott ez egy német kép, logbuch, de hát ugyanaz a lényeg, tehát egy olyan kis napló, amiben beírhatjuk, hogy itt jártunk tollal, beírjuk a dátumot, beírjuk a nevünket, nem az igazit, hanem a geocachingen választott felhasználói nevünket, és írhatunk egy üzenetet. Általában azt, hogy köszönjük a játékot, vagy köszönjük a rejtést, vagy pedig valamilyen üzenetet, hogy itt jártam kis Pistivel, és nagyon jól érezzük magunkat, vagy csak annyit, hogy TFTC, az azt jelenti, hogy thank you for the cash, tehát köszönet a rejtését. Tehát ez a minimum udvariasság, a TFTC. És akkor még lehet benne toll vagy ceruza, amivel ugye ezt a beírást meg lehet tenni. Ez csak azért érdekes, akkor érdekes, ha belefér. Mert vannak olyan ládák, geoládák, amik akkorák, mint egy gyűjszű. Hát abba ugye nem fér bele, oda vinni kell, ha egyáltalán tudunk ráírni. Megvan, hogy nincs benne mondjuk, mert elviszi valaki, vagy ilyesmi. És vannak benne sok esetben egy ilyen nagyobb dobozban csecsebecsék, tehát ilyen értéktelen, vagy kisértékű tárgyak, matricák, gyöngyök, látjuk itt, hogy papírzsebkendő, de szokott lenni fertőtlenítő kendő, hát most biztos nincs, vagy egyéb dolog, és vagy ilyen kinder figurák sokszor. Ugye ez a gyerekek miatt érdekes, mert akkor számukra ez ilyen érdekes kincs. Az a szabály, hogyha elveszünk belőle valamit, akkor helyette teszünk valami mást. De ha gyerekkel megyünk, akkor vinnünk kell olyan csecsebecsét, amit majd ott fogunk hagyni. Ami biztos tilos, az az, hogy élelmiszert tegyünk bele, például azért is, mert az állatok esetleg kiszagolhatják, és természetesen veszélyes anyagok, eszközöket nem szabad tenni a ládába. Egyébként a geoládát elásni sem szabad, beásni szabad, de elásni nem szabad. Ráadásul olyan helyen kell lennie, ami megközelíthető, tehát nem lehet magánterületre tenni, vagy természetvédelmi területre is, csak akkor, ha engedély van rá, és nem lehet olyan helyre tenni, ahova esetleg belépti díjat kell fizetni. Vannak speciális helyek, tehát például van olyan, hogy egy múzeumnak a recepcióján, vagy a kasz pénztárában helyezik el, és akkor oda kell menni, jó napot kívánok, a geoládát keresem, odaadják, beírjuk magunkat, visszaadjuk, ilyen olykor-olykor előfordul.
Nézzük meg, mi történik a terepen. Tehát, hogyha elkezdjük ezt a játékot, akkor mi történik, hogy mi, hogyan zajlik ez az egész. Ez a ládázás, geoládázás. Ezen a képen egy konkrét hely látszik, nem tudom, van-e valaki, aki tudja, hogy hol van ez, akkor az írja be a chatben nyugodtan. Tehát ezen a helyen egy elég terjedelmes, nagy fakard látható, Szent István kardját szimbolizálja. Így van, nagyon jó, a helyes a válasz, Sólyon van ez. Pontosabban volt, meg van, mert a nagy képet én készítettem, de azóta már ledőlt ez a, mint látszik ez a kard, és most lett egy másik helyette, nagyon derék dolog, hogy lett, de azt szerintem nem olyan nagyon szép, de lehet, hogy majd 100 év múlva olyan szép lesz. Ennek a környezetében van, volt egy geoláda, most nem tudom, hogy ott ez most megvan-e még, hiszen ezt pár évvel ezelőtt készítettem ezt a felvételt. És akkor ez így működik, hogy elkezdünk körülnézni, nézzük az eszközünket, amely, hogy micsoda, azt mindjárt elmondom, nézzük, hogy hány méterre vagyunk a rejtekhelytől, és közben a szemünkkel fürkészük, hogy hol lehet itt valamit elrejteni, és akkor eljutunk egy ilyen bokorig, és akkor látjuk, hogy a bokor aljában van egy kőrakás. Az gyanús, mert ugye magától nem nagyon hordódnak össze a kövek ilyen szépen, úgyhogy ez már gyanút kelthet, és ha az ember már gyakorlott, akkor azonnal megy is oda, és lehet látni, hogyha átnézünk a köveken, hogy ott valami színes dolog van. Itt látszik is, hogy egy ilyen zacskóba volt elrejtve a doboz, amely nem azonos azzal, ami itt a jobb oldalon látszik, de nagyon hasonló. Ez egy másik doboz, és ez egy magyar, mint látszik, magyar felirat, kérlek, ne vidd el, és az a neve, hogy JC Trug, és ott van a koordinátája, meg a tengerszint feletti magassága. Tehát ez ilyen egyszerű, oda megyünk, meglátjuk, körülnézzünk. Általában, ha gyerekek vannak, akkor elkezdenek ott szaladgálni, és akkor igyekeznek megtalálni. Igen ám, csak közben figyelnünk kell arra, hogy ne keltsünk nagy feltűnést, hiszen ez egy diszkrét játék, tehát nem jó, ha másoknak kiderül, hogy ott el van rejtve valami. Tehát, hogy mondjam, ezt a kicsit ilyen konspiratíve kell csinálni. Ha a környéken úgynevezett muglik vannak, tehát azok, akik nem játsszák ezt a játékot, akkor meg kell várni, míg elmennek. Vagy ha nem mennek el, akkor kellemetlen, akkor nagyon ügyesen kell rejteni a tevékenységet. Szóval nem úgy van, hogy oda megyünk, szétszedjük, aztán örülünk neki. Ráadásul ezt az egészet vissza kell rendezni pontosan ugyanoda, és pontosan ugyanúgy, ahogy volt, hiszen a következő Kesser társunknak elérhetővé kell ezt tennünk. Ha kinyitottuk, akkor ez így néz ki, tehát itt több is van, a jobb fölsőt azt például Oxfordban találtam, a két, a baloldali meg a jobb alsó kép az nem az én képen, tehát vannak ilyen erdei meg városi rejtések is, ilyen nagy doboz olyan helyeken lehet, ha városban van, ami park, mert vagy erdőcske, vagy arborétum-szerű hely, mert egy városi helyen nincs ilyen nagy hely ilyen komoly dolgot rendesen elrejteni. De majd mutatom, hogy ott a városi helyszíneken mik lehetnek. Na, de ez nem ilyen egyszerű. Ennél azért nehezebb ez a játék, vagyis úgy mondanám, hogy több kihívást tartogat. Nézzük meg, miről van szó. Hát először is ezek nem mindig vannak olyan jól elérhető helyen, tehát az egy dolog, hogy így be kell
bújni helyekre. A másik, hogy lehet, hogy sok csalán, bogáncs, mindenféle magas fű van, vagy szikla, vagy szóval nehéz terep. Van, hogy nagyon magasan van, van, hogy koszos helyen van. Tehát ugye nem az út közepére teszik, rejtik el ezeket a kis dobozokat, hanem olyan helyre, hogy ne legyen útjában az embereknek, hogy ne tűnjön el, ne vigye el senki, vagy véletlenül ne kerüljön le onnan, vagy ne essen le, vagy ne bontsák el, vagy és így tovább. Következésképp, ha ez el van dugva, akkor azt úgy eldugják, hogy ott utána a megkeresés sem mindig olyan nagyon egyszerű. Másik, hogyha forgalmas helyen van, akkor meg azért nehéz, hogy feltűnés nélkül kell ott mindenféle tevékenységet végezni. Aztán lehet, hogy nagyon kicsi ez a láda, a geoláda. Ez egy úgynevezett nanoméretű geoláda, és mint látszik, ez egy ekkora kis dobozocska, ami egy fém doboz, van egy menetes teteje, és van benne egy pici logbook, tehát ebben csak ennyi van, hogy ez a kicsi feltekert papír, ami még 1 centi széles sincsen, és az aljában van egy nagyon erős, de nagyon lapos pici korong alakú mágnes, és ezzel lehet rá rögzíteni egy fém tárgyhoz. Ezt egy néhány évvel ezelőtt Győrben találtam. Nyilván nem mondom meg, hogy hol, meg azt sem tudom, hogy megvan-e még. Ugye az fontos, hogy a geoládák azok időről időre befejezik életútjukat, mert valaki lehet, hogy nem tartja karban, lehet, hogy eltűnik, lehet, hogy elhanyagolt állapotba kerül, tönkre megy, és akkor a tulajdonosa nem foglalkozik vele, akkor akkor az már nem kereshető. Ilyenkor megjelenik róla egy ilyen információ, azt majd megmutatom, honnan tudjuk, hogyha így van. Tehát a geoládák száma nem folyamatosan növekszik, hanem van keletkezés is, meg ugye ládapusztulás is. Meg van olyan, hogy valaki egy ládát mondjuk örökbe fogad valakitől, aki már nem akarja, nem tudja gondozni. Aztán vannak trükkösebb megoldások, hogy az ember megy az erdőben, ott van egy ilyen fa csonk, és akkor hát el kell jutnia odáig, hogy kézzel megnyitja a tetejét, és akkor egy ilyen csavarral rögzített teteje van, elfordul, és benne van egy befőttes üveg, és maga az a geoláda, abban vannak a csecsebecsék és a mindenféle egyebek. Aztán nézzük sorba itt, hát kezdjük ugye biztos mindenki látja, hogy én vagyok a képen, hát ott a geoláda a kezemben van, tehát ez egy ilyen nagyon hosszú geoláda, abban a csőben volt, ami ott van a jobb kezemnél, tehát ezt egy ilyen dróttal rögzítették a tetejére, tehát ez bele van úgy sűjjesztve, és csak egy drót lóg ki, azt kell elkapni, és annál fogva kihúzni ezt a hosszú rudat, és ennek a belsejében van a mindenféle logbook is például. Ez Berlinben készült ez a kép. Az alsó képen egy preparált ilyen spray doboz, flakon látható. Ez egy ilyen javító, gumijavító valami. Ezt Greenwichben fotóztam. Hát úgy preparált, hogy le van vágva, ki van ürítve, megtisztítva, és ott van benne a toll meg a füzet, és hát így van ez eldugva, úgyhogy ez le kell szépen tekerni az alját, és akkor derül ki. A felső képen szintén egy ilyen drótos rögzítés, egy ilyen hosszúkás geoláda van, a bal oldalon pedig
hát, hogy mondjam, az idősebbek emlékezhetnek erre a dobozra. Ez egy mágneses úton rögzített geoláda, ez egy filmes doboz. Régen a analóg filmek idején ilyen dobozban voltak a filmek, amire fényképeztünk, és hát ez a filmes doboz, ez reneszánszát élte geoládaként. Ma már a filmes doboz helyett inkább ez a, mi a középső képen látható, inkább ezek a PET palack előformák szoktak megjelenni, tehát amiből a PET palackokat készítik, gyártják, a alapforma, amin van egy ilyen kupak, és rá van tekerve, hogy ez vízhatlan, és viszonylag jól rejthető is, főleg a fekete. Na most nézzük meg, hogy ahhoz, hogy elinduljunk kincset keresni, mire van szükségünk. Nem kell megijedni, mert tulajdonképpen semmi extra. Hát először is szükségünk van egy mobiltelefonra, ugye, amelyen GPS van. Hát most már nem kell nagyon ezt hangsúlyozni, mert ilyenek a mobiltelefonok. Ha azonban egy bizonyos szintet már elértünk, akkor általában túra GPS is szoktak használni a kesserek, sőt a profik túra GPS-t használnak. A túra GPS-nek egy nagyon egyszerű változata az, ami itt látszik jobb oldalon, ez a sárga, és ez olyan, hogyha előre letöltjük a koordinátákat, már pedig nagyon lényeges, hogy geocachingelni úgy indul az ember, hogy előre megtervezi az utat. Megtervezi, hogy merre fogunk menni, megnézi előre a ládákat, nem ott megérkezek egy erdőbe, és akkor nézzük, mik vannak itt. Ezeket előre meg kell nézni. Elérhető a láda, nem tűnt-e el esetleg, érdemes keresni, vagy már az előző látogatók írták, hogy ezt ne is keresétek, mert nincs ott, stb. Ezért kell készülni. Tehát vagy túra GPS és fényképezőgép kombinációja, aztán vannak persze olyan túra GPS-ek, amiben van beépített fényképezőgép. A fényképezés azért fontos, mert általában szép helyeken járunk, vagy érdekes helyeken, mert különben miért tennénk oda a geoládát. Persze vannak fölösleges helyeken levő geoládák, de általában jó, hogyha van valami oka annak, hogy miért került oda. A fényképezőgép ráadásul nagyon jó álcázás is, ha jönnek a muglik. Mit csinálok? Jaj, nagyon fotózok egy levélkét, egy kis bogarat, és itt nekem most ezt nagyon le kell fotózni, és sokáig tart, amíg elmennek a muglik, és utána megint könnyékig be lehet menni a susnyásba. Ugye a mobiltelefon lemerül, erdőben nagyon ritkán vannak konnektorok, úgyhogy a powerbank vagy a Tura GPS-nek elem akkumulátor az nem ártalmas dolog. Jó, ha van nálunk golyóstól, hiszen nem biztos, hogy van a helyszínen. És azért jó, ha több van, mert hogyha épp nincs a helyszínen, ott is hagyhatunk nekik egyet. Felmerül a kérdés, hogy kötelező-e írni a füzetkébe. Igen, kötelező. Vannak olyan elvetemült ládatulajdonosok, akik csak akkor hagyják jóvá a találatot, hogyha befotóztuk, hogy írtunk a füzetbe. Sőt, régebben volt olyan is, hogy kellett írni valami konkrét mondatokat, anélkül nem fogadta el. Hát ma már ez azért ritka. Szükséges a megfelelő öltözék, hát ugye túrázásról lehet szó, kullancsriasztó, naptej, esőkabát, túracipő, egyebek. Van, aki visz magával kis füzetet a logbook cserére is, tehát ez már azért egy másik szint, és van a luxus kategória, aki visz magával egy olyan bélyegzőt, ami bélyegzőre rá van írva az ő felhasználó neve, és hely van kihagyva a dátumnak, meg az, hogy TFTC, tehát köszönöm a rejtést, és akkor ez bebélyegzi a logbookba, és csak be kell írni a tollal a dátumot, ez ilyen
kényelmi funkció, meg hát ugye a karácsonyra ezt szokták kapni a kesserek a családtagjaiktól általában. Hogyha pedig mobilt viszünk, akkor ugye arra vigyázni kell, hiszen nem csak városban használjuk, hanem ugye az erdőben, sziklás helyen, meredeken, nem tudom, tehát el lehet ejteni, be lehet ejteni helyekre, szóval azért óvatosan, valójában lehet mobiltelefonnal geocachingelni, de a Tura GPS való inkább erre, hiszen azt a nyakunkba lehet akasztani, az vízhatlan, úszik a vízen, és eléggé ütésálló is, szóval igen. Cserébe a mobiltelefon bármikor, bárhol, ahol van mobil lefedettség, ugye le tudja szedni a ládák adatait. Egy egyszerűbb Tura GPS-nél előre le kell szedni ezeket. Nem olyan nagyon nagy munka, de meg kell tenni. Na most elég egy Tura GPS, nem kell ilyen sok, de egyszer úgy adódott, hogy sok volt nekem, és akkor készült ez a fénykép. Na akkor, ha már megnéztük, hogy mi történik a terepen, megnéztük, hogy milyen eszközökre van szükségünk, meg hogy milyen kihívásokkal nézünk szembe. Nézzük meg, hogy a geocaching.com, tehát a weboldalon mit kell művelni, mi a teendő. Hát először is a weboldal alkalmas arra, hogy megnézzük egy térképen, hogy hol vannak ezek a ládák. Ez most egy friss kép Budapestről, ami színesen látható kis ilyen kerek jelek, ezek mind geoládákat jelentenek. A zöldből van a legtöbb, azok a hagyományos geoládák, és ahol ilyen vigyorgó arc van, azokat én már megtaláltam. Tehát látszik, hogy azért még van még bőven lehetőség. Hogy melyik láda milyen, azt mindjárt meg fogom pontosabban is mutatni, a típusokat meg fogjuk beszélni. És amúgy pedig így néz ki egy oldal egy bizonyos geoládának, az oldala a geocaching.com-on, de most meg fogom mutatni, hogy néz ki ez a gyakorlatban, hogy néz ki ez a geocaching.com-on. Hát először is fontos, hogy ugye az ember regisztráljon ezen az oldalon, ingyenes a regisztráció, és kell választania mindenkinek egy bizonyos becenevet, amellyel meg fog jelenni a geocaching világában. Ezért nagyon ritkán szokott ez az embernek a neve lenni, tehát a vezetéknév, keresztnév, mint az e-maileknél, hanem itt ilyen kitalált érdekesebb nevek szoktak lenni. Itt látszik, hogy az én nevem Arsenal Hungary, itt, és az látszik, hogy itt fel van sorolva, hogy mely ládákat néztem meg nemrégiben, és még egyebek is látszódnak, de ezeket most nem annyira fontos megnézni. És az látszik, hogy nekem prémium tagságom van, tehát az azért több funkció érhető el, több geoládát és több félét meg lehet találni, meg különböző plusz funkciókat adnak hozzá, meg le lehet tölteni például a geoládák adatait nagy tömegben, hogyha készülök valahova, például akkor ezeket lementem. Ez a tagság, ez pénzbe kerül, ez $30 egy évben. És hát látszik, hogy 2008 óta vagyok ilyen prémium tag itt. És akkor nézzük meg, hogy hogyan megy a játék. Itt van ez a play gomb, miután már regisztráltunk, és akkor van egy kereső, és a keresővel lehet dolgozni. Tehát például
Beírunk egy település nevet, és választok mindjárt egy jó kis nevet. Azt a település nevet írom be, hogy Nyúl, és megnyomjuk a keresést. Ugye ez kiad egy találati listát, a találati listán látjuk a geoládának a nevét, a ikonból, a színből látszik a típusa, itt látszik a távolsága a település központjától, itt látszik, hogy hány ilyen kedvenc pontja van, itt látszik a mérete, ugye, a mikroméret az körülbelül akkora, mint az a filmes doboz, amit néztünk az előbb, a small az olyan, mint mondjuk egy alma, olyan méretű, és van a nano is, hát a nano az, azt láttuk, hogy mekkora, az a picike, és itt van ez a regular, ez olyan, mint egy ilyen konyhai doboz. Látszik, hogy milyen nehézségű maga a láda, tehát másfeles, három és feles, és milyen nehézségű a terep. Tehát például ez a climbing at nyúl, ez valószínűleg ez nehéz terepen van, hiszen mászni kell. Ráadásul ez egy multiláda, tehát több ládából áll egy sorozat. Ez a narancssárga jelesz jelenti. Itt látszik, hogy mikor találták meg utoljára. Ez nagyon beszédes, mert hogyha régen, akkor gyanús, hogy lehet, hogy már nem elérhető. És itt pedig az, hogy mikor került oda. Jó? És akkor ezt a The Press-t, ezt az elsőt fogom választani. Tehát ez egy szőlőprés, itt van a leírása. Nem ismerem a helyet, csak most látom, hogy itt van a leírása. Ez ilyen egyszerű, rövid kis leírás tulajdonképpen. És itt már ketten is jelzik, hogy nem találták meg, tehát január 11-én meg december 8-án nem találták meg, tehát valószínűleg itt ezzel gond van, és látszik is, hogy itt egy piros ilyen kulcs látszik, ez jelzi, hogy bizony karbantartást igényel. Itt is látszik a geoládának a mérete, itt is látszik, hogy milyen nehézségi fok, ez a difficulty, és a terén az pedig, hogy milyen nehézségű. Itt van maga a koordináta, letölthető a koordináta, ki is nyomtatható ez a lap, ha nagyon akarjuk, de hát az már nagyon-nagyon rég volt, amikor nyomtatott lapokkal mászkált volna az ember. Itt van jobb oldalon magának a geoládának az egyedi azonosítója. Érdemes megnézegetni itt a beírásokat, van, hogy hasznos, és van, hogy képeket is készítenek. Itt például van 26 kép. Nagyon fontos, hogy magáról a geoláda rejtek helyéről nem szabad feltölteni képet. Tehát itt például látszik, hogy ez egy ilyen kicsi láda, tehát ott van a kezében a kicsi kis valamilyen hengerszerű dobozka, és az, hogy ez hol van pontosan, ezt nem szabad lefotózni, de maga ez a prés, ez így néz ki. Hát nyilván valahol ott van a környéken, vagy ebben a szerkezetben bedugva, a színéből ítélve, úgyhogy jól el lehet dugva, csak mint ahogy jelezték, lehet, hogy nem elérhető. Mutatok még egy másik ilyen geoláda oldalt, ez a budai arborétum. Itt már több piktogram is van, például itt látszik, hogy éjszaka is felkereshető, egész nap elérhető, tehát 0-24-ben, szükséges a lopakodás, mert itt sok mugli járkál, aztán elérhető babakocsival, elérhető tömegközlekedéssel, egy óránál kevesebb időt vesz igénybe a megtalálás, vagy a felkeresés. Ez azt jelenti, hogy kisgyerekkel is
megkereshető, és a távolság, amit meg kell tenni, kevesebb, mint 1 kilométer. Ebből is lehet, ki lehet indulni, és erre is lehet keresni egyébként. Itt egy általános leírás, ez már egy kulturáltabb dolog, hiszen megvan magyarul, és megvan angolul. Ez egy nemzetközi játék, nagyon sok külföldi jön Budapestre és Magyarországra, és játsza ezt a játékot. Nekem is van egy rejtésem, egy ládám Budán, a Maros utcában, és rendszeresen van német, angol, szlovák, mindenféle keserektől is bejegyzés, általában angolul, esetleg németül. Tehát itt le van írva, egy forgalmas hely, legyünk figyelmesek. És még egy nagyon fontos dolog, hogy ha odaértünk, akkor ugye a telefonunk vagy a GPS eszközünk csak azt írja ki, hogy hát nem tudom én, 1 méterre vagyunk, és ha nem látjuk, akkor még lehet, hogy szükségünk van egy úgynevezett tipre, vagy angolul hintre, és ez itt érhető el, itt van ez, ezzel a titkosírással van titkosítva itt, és ha a decrypt gombra kattintok, akkor ki fog írni egy szót, ami alapján már könnyebb lesz megtalálni. Kövek között, angolul stones. Tehát azt jelenti, hogy ott valami kövek között kell megkeresni. Oké, tehát itt még ilyen képek vannak, és van spoiler is, ide van írva, ugye ez azt jelenti, hogy ha ezt megnézzük, akkor már nagyon sokat segítenek a megtalálásban, ezt én nem szeretném most megnézni. Itt lehet látni ezt a TFTC feliratot, amit mondtam, hogy van, aki csak ennyit ír. Tehát, ha megtalálta valaki a ládát, akkor vagy a helyszínen, vagy hazatéréskor szépen beregisztrálja, hogy ő ezt megtalálta. Hogyan? Hát itt fönt van egy ilyen, hogy log geocache, rákattintok, és hát semmi extra, ide beírunk valami szöveget, és akkor az egy találatnak minősül. Felmerül a kérdés, hogy igen, és ha én hazudok, és azt mondom, hogy ott voltam, de nem voltam ott, hát igen, ez lehet, ez egy fair play-re épülő játék, lehet hazudni, de azért általában leszoktuk fotózni a logbookot, ahogy beleírtunk, és megvan a fotó, hogyha valaki esetleg kételkedne. A magyar játékban, a geocaching.hu-n jelszó van minden ládában, és a jelszót is be kell írni ahhoz, hogy jóvá hagyják a találatot. A nemzetköziben ilyesmi nincs. Elvárt dolog, hogy írjunk, hogyha valami érdekeset láttunk, és klassz dolog, ha készítünk fotót, és azt is feltöltjük a közösség számára. Nyilván én ezt most nem fogom belogolni, hiszen nem találtam meg, nem voltam ott ezen a helyen. Ha kérdés van, akkor a chatben egészen nyugodtan jöhetnek a kérdések. És akkor visszatérnék a prezentációhoz. Most meg fogom mutatni, hogy mit tapasztalunk akkor, hogyha kint vagyunk a terepen, és a kezünkben van egy mobiltelefon. Ugye a mobiltelefonra föl kell telepíteni egy alkalmazást, ezt a két alkalmazást mutatok, bármelyik jó. Fel kell telepíteni, be kell lépni, ugyanúgy, mint itt a weboldalra, és onnantól kezdve működik, nem nagyon bonyolult a használata. Az egyik alkalmazás az a geocaching nevű alkalmazás, a hivatalos applikáció. A baloldali képen az látszik, hogy mondjuk itt a harmadik kerületben, itt Aquincum környé, az Aquincum Hotel, tehát a Árpád híd környékén milyen ládák vannak, ezek ilyen hagyományosak, ezek a zöldek. A következő a Clarissa Romok nevű geoládának a oldala mobiltelefonon. Itt látszik a nehézség, a terep és a láda mérete, valamint az, hogy egy valaki ezt kedvencének jelölte. És itt van alul a tip, és
itt lehet megnézni, hogy ki miket írt bele korábban. Ez a jobb oldalon egy a legfrissebb bejegyzések. Tehát például ezt a Clarissa Romok nevű geoládát legutóbb május 1-én a Caching Masters nevű felhasználó találta meg, vélhetően külföldi, mert azt írta, hogy thank you. Ha magyar valaki, akkor jó dolog odaírni angolul is, magyarul is, és akkor mindenki érti. Aztán van olyan, például itt a német feliratnál, hogy valaki leírja, hogy az egész túrájának mi volt a célja, kiindulása és célpontja, és akkor egy bizonyos üzenetet tesz be mindenhova, tehát másolja. Ezáltal jelzi, hogy ő egy hosszabb túra részeként találta meg ezt a geoládát. Ha másik alkalmazást választunk, van ez a C kötőjel Geo nevű kötőjel, kettős pont nevű alkalmazás. Ez egy nem hivatalos alkalmazás, ami nyílt forráskódú, és hát ilyen közösségi fejlesztésű alkalmazás. Többet tud, mint a hivatalos, de valójában el lehet lenni a hivatalossal vidáman. Itt is megjelennek a ládák, itt is rá lehet keresni, hogy melyek a legközelebbi ládák, itt látszik, kiírja a távolságot, meg a nehézséget is, illetve lehet szűrni láda típusra is, és akkor itt lehet látni, hogy mennyiféle láda van. Van hagyományos láda, ezeket láttuk eddig, van a multiláda, az a sorozat, van rejtvényláda, amiben valamilyen rejtvényt kell megoldani ahhoz, hogy megtaláljuk, meglegyen a koordinátánk. Van a citó esemény, a citó ez egy ilyen szemétszedési akcióval egybekötött geoládázás, ez a cash-in, trash-out-nak a rövidítése ez a citó. Az Earth Cache-ről pedig még mindjárt fogok beszélni, illetve például van eseményláda is, mondjuk szervezünk egy nagy szabású fesztivált, és akkor ott annak idejére létrehozunk egy ládát, azt mindenki ott bejegyezheti magának, hogy ott megtalálta, aztán amikor vége az eseménynek, akkor archiváljuk. Nézzünk néhány szakkifejezést, bár már a nagy részét már használtam és elmondtam. A hagyományos láda, a multiláda, mystery vagy rejtvényláda, az Earth Cache. Az Earth Cache az általában valamilyen geológiai képződmény vagy geológiai látnivaló környezetében van, nem egy igazi láda, hanem egy virtuális láda, és általában valamilyen feladványokat kell teljesíteni, de csak úgy lehet, ha oda megyünk a helyszínre, és akkor kapjuk meg, mint találat. Tehát mondjuk végigjárunk egy tanösvényt, lefotózzuk a kőzeteket, a tanösvényre kitett táblákon levő információk alapján válaszolunk kérdésekre, vagy például van, aki kéri, hogy fotózzuk le magunkat a nem tudom melyik táblánál. Tehát ilyen több pontból álló feltételeket írnak elő, és ezek mind geológiai érdekességek, kifejezetten azok. Nagyon jó dolog ilyeneket gyűjteni, mert és akkor egy kicsit utalok az iskolásokra, hogy ez természettudományos, természetismereti szempontból nagyon érdekes helyek, és ezek kifejezetten jók erdeiskolához, vagy egy tanulmányi kiránduláshoz. Aztán van egy olyan kifejezés, hogy kesser ösvény, hogyha jelzi az eszközünk, hogy néhány méterre van tőlünk a láda, nagyjából tudjuk, hogy merre, akkor, és ott mindenféle magas fű, meg susnyás, meg bokrok, meg minden lehet, vagy van, erdő,
akkor érdemes megnézni, hogy nincs-e esetleg valami út, ami, ha nem is kitaposott ösvény, de ott már járt valaki nem régiben, mert egy sorstársunk előzőleg már kereste a ládát, akkor azt úgy hívják, hogy keserösvény, és akkor lehet, hogy az fog vezetni a mi ládánkhoz, a célpontunkhoz. A muglikat meg említettem, hát nagyon sok a mugli mindenfelé, és vigyázni kell arra, hogy ne bukjunk le, de vannak persze nagyon kedves jelenetek, van, hogy az ember ott mindenféle pótcselekvést végez, hogy próbálja elfedni azt, hogy ő mostan geoládát keres, és ott vannak muglik, akik szintén pótcselekvéseket végeznek, és egy idő után kiderül, hogy ők is geokesserek, és ők is azt hiszik, hogy mi muglik vagyunk, és akkor ezek ilyen nagyon vicces jelenetek, illetve van olyan, hogy az ember mondjuk nagy nehezen megtalálja a városi ládát, mondjuk egy parkban, egy pad alatt van egy kis doboz, és rajta ül egy szerelmes pár. És akkor hiába utaztunk, nem tudom mennyi kilométert, akkor ugye hát csak nem megyünk oda megmondani, hogy léci, léci, vagy legalábbis nem mindenki menne oda. Szóval vannak ilyen aranyos, nagyon aranyos jelenetek. És akkor nézzük meg egy nagyon érdekes dolgot, ez pedig, ez igazán felvillanyozza a gyerekeket szerintem, ha már az eddigiek nem, de szerintem eddigiek is nagyon izgalmasak. Ugye minden korosztályt meg tud fogni, mert a kincsvadászat különböző szintjei, és a konspiráció és a titokzatosság benne van. De nézzük, mik ezek a láda vándorok, ugyanis vannak olyan tárgyak, amelyek geoládáról geoládára járnak a világban. Ezek kétféle ilyen láda vándor van, az egyiket úgy hívják, hogy vándor bogár, ez a travel bug, a másik pedig a geo érme, ez a geo coin, és hát ez látszik a képen, a travel bug, tehát a bogárnak van egy egyedi azonosítója, ez egy ilyen dögcédula jellegű lapocskára van rá nyomtatva. Ez alapján lehet beazonosítani. A dögcédulát hozzá kell csatolni egy tárgyhoz. Jelen esetben a baloldali képen ez egy Eiffel-torony, egy kulcstartó, és így ezt elhelyezik egy ládába, és az a szabály, hogyha valaki megtalálja, akkor fel kell keresse ennek a travel bugnak az oldalát a geocaching.com-on, és aztán ott leírják, hogy van-e valami célja, honnan indult, merre tart, és akkor kötelező átvinni egy másik dobozba, egy másik ládába ezt a kis tárgyat, tehát nem szabad megtartani, rá is van írva, hogy ne tartsd meg, hát kulturált kesserek nem tartják meg, de hát nem mindenki az, úgyhogy hát azért elvesznek ezek néha. Ez például egy nagyon aranyos céllal indult, az volt a célja, hogy fővárosokat szeretne meglátogatni, és én Budapesten találtam rá, és elvittem Pozsonyba, és teljesítettem ezt a kívánságot. A jobb oldalon egy nagyon szép érme van, hát ezek aztán még értékesebb, még szebb dolgok, hát ezek még jobban el szoktak tűnni. Ennek is van egyedi azonosítója, csak a másik oldalán úgy van lefotózva, hogy ne látszódjon, mert ugyanis az egyedi azonosító ismeretében bárki beírhatja, hogy ő ezt látta, vagy megtalálta, de ugye ezért nem fotózzuk le ezt a számot. És akkor mutatok egy konkrét példát, ez az én egyik ilyen vándorbogaram, vagy travel bugom, aminek Brute Travel Bear a neve, tehát kék utazó maci. Mint látszik, 2012. június 17-én indult útjára. Hát tulajdonképpen nem Budapest,
Hát Budapestről, de az első állomása neki Párizs volt, elvittem oda, hogy hát akkor nem fog elveszni, és ez bírja a legjobban az összes ilyen vándor tárgyacskám közül. Ez a mindjárt megmutatom, hogy hány kilométert tett eddig meg, és hol van most. A baloldali képen ezt a macit Hiroshima-ban a robbanást túlélő fák alatt fotózták le együtt más ilyen travel bagokkal, úgyhogy Párizs után nem sokára rögtön Hiroshima-ba utazott. És akkor ezt szeretném így megmutatni, hogy az embernek, ha van saját ilyen, nekem több is van, és itt látszik, hogy ez, amit az előbb néztünk. Tehát jelenleg 43.210,5 kilométert tett meg ez a kis maci, és ugye a különböző emberek a világban különböző helyeken le is fotózták, tehát nem tudom, hidakon, meg ez itten egy állomás, egy ilyen gőzmozdony volt a közelében, és ami még itt igazából érdekes, az az, hogy meg lehet nézni a térképen, hogy merre jár. Tehát ugye itt az egyes, tehát innen indultunk, itt a kettes, tehát Budapestről indult Párizs, és akkor egy ideig itt volt Japánban, és ahogyan itt látszik, hogy már jó ideje az Egyesült Államokban van, és itt például a legutóbbi bejegyzés az tavaly októberi bejegyzés, amikor egy ilyen helyen valaki látta. Tehát elég sokáig bírják ezek, van, amelyik eltűnik, van, amelyik megsérül, van, amelyikről már nem lehet hírt kapni. Itt van például, ez sokkal kevesebb távolságot tett meg, nem sokkal, de kevesebb, 37.579 kilométert. Ezt a kémia évében indítottam el, és tehát 2011-ben ez a P4, ez a foszfor, és akkor ez tulajdonképpen csak, ha jól emlékszem, csak Európában járt. Igen. Nem, Afrikában is, vagy Afrika irányában, bár lehet, hogy igen. Szóval, és hát jelenleg valahol itt van Csehországban. Szóval ez egy másik vonatkozása, másik aspektusa a geocachingnek, amikor ezek a vándorok elindulnak, és hát nagyon klassz dolog, hogyha mondjuk egy osztály elindít egy ilyet, vagy több ilyet, és akkor követik rendszeresen, hogy hol vannak a világban ezek a kis tárgyacskák. Fontos, hogy masszív legyen, de ne legyen drága, hogy eltűnjön, hanem ilyen masszív fémből, ami nem törik el, nem károsodik, ez jó választás volt ez a kulcstartó maci. És akkor, ha elég sok jófej emberrel találkozik, azok mind viszik tovább és tovább ezeket. Itt van ez a térkép. És akkor végül néhány komolyabb kihívást mutatnék, néhány olyan geoládát, ami azért nem szokványos. Hát például van egy ilyen óriási geoláda, amibe beleférnek emberek. Aztán itt van egy csigának álcázott geoláda, ami így ilyen falba, fába fúrt kis lyukba
tud becsúszni, és hát van olyan geoláda, aminek a nehézsége eléggé nagy, mivel hogy hát búvárkodni kell hozzá, de az a sárga S betű mutatja a helyét, és akkor ott van benne a homokban maga a geoláda. És van egy geoláda, amit igazán, de igazán nagyon kevesen érhetnek el, és már a geó megnevezése is kicsit határeset. Mutatom, miről van szó. Van egy geoláda a nemzetközi űrállomáson is, 2008. október 14-én helyezte el ott ez az űrhajós, aki egy nagy geocacher, és hát tulajdonképpen csak egy bejegyzése van, tehát egyen találták meg, és a nehézsége az 5-ös erős nehézségű, de ennél talán még sokkal nehezebb is. Szóval ez különleges dolog, nem valószínű, hogy olyan nagyon sokan találják meg, de minden esetre nagyon aranyos megoldás. Még az látszik, hogy az indulási pontja 3333,4 kilométerre volt az én lakásomtól. És akkor végül néhány vonatkozást, amit még nem említettem, ami az iskolai alkalmazásukat illeti. Hát egyértelmű, hogy ha a gyerekekkel geocachingelünk, akkor a rendkívül jól fejleszti a térbeli tájékozódást. Nagyon segít abban, hogy megismerjük a épített vagy természeti környezetet, segít megismerni azt, ahol élünk, akár helytörténeti szempontból is. Megtanítja az embert arra, hogy vannak szabályok, megtanítja az embert arra, hogy körültekintőnek kell lenni, oda kell figyelni. Bizonyos esetekben komoly feladványok is csatlakoztathatók, tehát akár matematika feladatokat kell megoldani ahhoz, hogy egy geoláda igazi koordinátáit kiszámítsuk, vagy az Earthscan esetében geológiai témákban kell egy kicsit kutakodni. Nagyon sok esetben van történelmi vonatkozása a geoládának. Az enyém is ilyen a Maros utcában, az a neve, hogy In Memoriam 1945. Nagyon fontos, hogy a geocachingelés közben oda kell figyelnünk a természet védelmére, az élővilágra, arra, hogy ne szemeteljünk, arra, hogy ha úgy találunk egy helyet, ahol nem szeretnénk látni, akkor vagy azonnal segítünk, vagy szoktak geocaching akciók lenni, szemétszedés, vagy hasonló ilyen egy csoportos kirándulások, de egyúttal megismeri az ember a természetet, mert az adott helyen a növényvilág, az élővilág, az állatvilág, esetleg gombák bemutatásra kerülnek, vagy annak a geológiai előzményei annak a helynek, ahol az adott geoláda van. Tehát általában fontos az, hogy geoládát oda kell tenni, ahol van valami mutatnivaló, valami érdekes, és ha mi magunk telepítünk geoládát, akkor az szintén egy munka, egy odafigyelést igényel, technikailag nem nagyon nehéz, csak ki kell találni a dobozt, a feliratokat, a logbookot, be kell jegyeztetni, engedélyeztetni, pontosan bemérni a helyét, és utána rendszeresen látogatni, gondozni. Ha valaki beírja, hogy valami gond van vele, akkor azt javítani. És a geocaching kapcsán lehet tematikus sétákat szervezni, akár a természetben, akár településen. Láthattuk, hogy nem csak nagyvárosokban van,
külföldön is van egyébként, sok országban, itt a környező országokban mindenhol van, Erdélyben is, Felvidéken, vagy nem tudom, Angliában, az Egyesült Államokban, nagyon sok helyen vannak geoládák, ezeket érdemes keresni, és itt sokféle technológiát használ az ember, főleg, hogyha a geoláda összeállításához még egy kis weblapot is csatolunk, úgyhogy mindenképpen elmondható, hogy amikor utána néznek, elkészítik a leírásokat a gyerekek, hogy egyben egy kicsit a digitális kompetencia is fejlődik. Egy nagyon kiváló, több mint két évtizede működő és nagyon nemes geolokációs játékot mutattam be, amelynek még nagyon sok aspektusa van, és sokféle érdekes dolog, de talán most így nem túl röviden, de mégis ennyit mondanék el. Van a Facebookon egy geolokáció az oktatásban csoport, ahova mindenkit szeretettel látunk, ott lehet további kérdéseket feltenni, és mindenki szívesen segít a csoportból azoknak, akik most kezdenik ezt a szép játékot. Köszönöm szépen a figyelmet!